És ellenszél volt, hál' Istennek most úgy szólván szélcsend, de ha egyáltalán, az is inkább hátszél. Jó a svédek egysége is, benne egy nagyon erős páros, Olsson és Andersson. Szóval ellenfél lesz bőven. Esélyleső az egyesen a spanyolok hajója, benne Aramburu és Manchón, egy nagyon jó páros, és egy kiváló egyes kajakos, Belen Sánchez. Őket is mutatják ebben a pillanatban, Aramburu a vezérevezős. Nyolcadikak voltak különben a spanyolok tavaly a világbajnokságon. Ez a mieink hajója. Mednyánszki Szilvia, Donuszéva, Cigány Kinga és Mészáros Erika sorrendben. A svédek Olsson vezérletével, a németek, akiket már mondtam, Fischer, Portvissuk, Mukke. A kínaiak ebben Beibei Gao egyesben is indult. A svájci hajót már ismerik, egyelőre nem tudják mutatni. A kanadaiak, akik eddig még nem kerültek képbe, benne egy magyar lány, meg Keszkil, vagyis Tábori Klári. De a Gibó Kennedy kettős, nagyon erős. Hát, itten a svájciak épp hogy beérkeznek. Mi lesz itt? Lányok, hova elvesztek? Kanada tehát, akiket említettem. A nyolcason az orosz egység, Olga Tyisenko a vezérevezős, és Huga Tatjana Tyisenko a négyes beülőben. És az ausztrálok negyedikek voltak a világbajnokságon, most legutóbb Szegeden hetedikek. Notabene a svájci hajó ötödik volt, megérkeztek a svájci hölgyek, kicsit késtek a rendezvún, de hát udvarjas a vezérkar hölgyekkel szemben, úgyhogy megvárta. Már el kellett volna indítani a mezőnyt. Alulról a második a miénk, a rózsaszín hajót még tetszenek ismerni. Rossz rajt, ilyen se volt még két napja, sőt már negyedik napja vagyunk itt. Én még nem láttam rossz rajtot. Na most, összedugja fejét a zsűri. El kell dönteni, ki rajtolt rosszul. Hát, mindenki, ha úgy tetszik. Talán egy hajszállal, mintha a hármason a svédek fehér hajója moccant volna. Please back, back. Germany back. This stay back, this will be a test. Igen, a svéd hajó, a svéd hajót zárták ki. Vagy nem? Hallgatom közben itt a fülemre. Nincs kizárás egyelőre, mindenki visszamehet a helyére. Azt mondja el a műsorközlő is, hogy azok a bakok, amik elektromosan vezérelt bakok, amik visszatartják elől a hajókat, és csak hogyha eltűnnek, akkor lehet indulni. Ha valamelyik hajó előbb indul, igen erősen visszaveti őket, a még le nem rántott ilyen indító bak. Attention, please. Na, legjobban lent a spanyolok indultak, de a mieink sem panaszkodhatnak. Nem volt rossz. Gyerünk, egér, mert hogy így hívják Bece nevén Mednyánszki Kingát. Egyelőre csak a mezőnyben vagyunk, a németek vezetnek. A spanyolok a második helyen, fönt a kanadaiak nagyon jól jönnek. Nem nagyon jól indult meg a hajónk, a németek viszont nagyon jól mennek. De hogy vezetnek? Egyel alattuk a svédek is leszakadtak, a magyar hajó eléggé hátul maradt. Hát bizony innen fölkapaszkodni nagyon kicsi az esély. Gyerünk lányok azért, hát ha van még. A spanyolok vannak pillanatnyilag a második helyen fél távnál. Most lassan fölzárkózik a magyar hajó, de még mindig a mezőny közepén.
A németek már szerintem utolérhetetlenek lesznek ebben, és egyre jobban visszaesnek a mieink. Egyre jobban visszaesnek. Most már az utolsó helyen, alulról a második, a magyar női négyes. Sajnos a ki nem mondott sejtés válik valóra. Kőbárita kiválásával egy kicsit hitehagyott, egy kicsit kedvét szegett lett ez a mi hajónk. 9. helyen haladnak most. Legfeljebb föntről a másodikat, az orosz egységet tudják befogni. Hajrára se nagyon marad erő, úgy látom. Messze leszakadva a magyar hajó, nyernek a németek a második helyén, óriási a verseny. A második helyen pedig a kanadaiak jöttek be. Hát ez szomorú volt. Ez szomorú volt. Legeslegutolsó lett a miénk. Az olimpiai bajnoki cím védői. Első tehát a német. Második a svájci. És harmadik a svéd. Igen, a svájciak óriási meglepetésre, igaz centiméterekkel legyőzték, és harmadik helyre szorították a svéd hajót, az Olson vezérelt svéd hajó pedig bronzérmes. Hát